Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Békesség hírnöke júniusi kiadásában először beszámolunk arról, hogy a baptista egyháza elnök Pap János két munkatársával májusban amerikai meghívásnak tett eleget. Dallasban részt vettek a 6000 tagot számláló gyülekezetben, majd többek között baptista egészségügyi és oktatási intézményeket is meglátogattak. A Billy Graham evangelizációs társaság szervezésében megtartott az üldözött keresztények védelméről szóló világkonferenciára is meghívást kapott a magyar delegáció. A rendezvényen mások mellett az amerikai alelnök Mike Pence is felszólalt. Amikor az emberek évről évre azt kérdezik tőlem, hogy mi az én filozófiám. Keresztény vagyok, konzervatív és republikánus ebben a sorrendben. Különös megtiszteltetés ma önökkel itt együtt lenni ezen az első találkozón, amit az üldözött keresztények védelmére szerveztek. A Közép-Keleten szenvedő keresztények esete felkavarta Amerikát, hogy cselekedjen. Ez hozott el ma engem ide. Nem oly rég Trump elnök helyesen mondta a keresztény egyházról, idézem, senkivel nem bántak rosszabbul Közép-Keleten. Ez világossá tette, hogy Amerika ki fog állni Krisztus követői mellett a szükség órájában. Adminisztrációnk teljesen elkötelezett, hogy megkönnyebbülést és komfortot adjon a hívőknek, nem csak Közép-Keleten, hanem az egész világon. Az elnök tudja, hogy ezek a terroristák nem fognak megállni, amíg mi nem állítjuk meg őket. Donald Trump elnök úr ideje alatt megállítjuk őket. Elnök úr, a külügyi titkárral és a missziós igazgatóval kéthetes amerikai látogatás után érkezett haza a napokban. Mi volt a látogatás célja, és megvalósult-e ez a cél? Igen, egy nagyon tartalmas két hetet tölthettünk az Egyesült Államokba, alapvetően három helyszínen. Egyrészt Texasba, Dallas környékén gyülekezetek, illetve ottani intézmények meghívására, hiszen óriási baptista intézmények vannak ott, akikkel találkozhattunk, képviselőkkel, illetve Washingtonban egy világkonferencián vehettünk részt a Billy Graham Társaság meghívására, és ezt követően pedig Michiganbe, Lansingbe látogattunk, ahol szintén gyülekezetek meghívására szolgálhattunk. Akkor menjünk pontról pontra. Dallasba látogattak, és ha jól tudom, akkor Dallasnak a legnagyobb gyülekezetét látogatták meg, ha jól emlékszem a számra, több mint 6000 fős ez a közösség. Hosszú évek óta létezik, és a kapcsolat is hosszú évek óta létezik Magyarország és a dallasi közösség között? McKinney városa, Dallas elővárosa, és ennek a városnak a First Baptist Church első számú baptista gyülekezetének a meghívására mentünk el, ahol valóban egy hatalmas gyülekezetet találtunk. Ennek a 100000-es városnak a körülbelül 6000-es gyülekezetét, és ez a gyülekezet már régóta elkötelezetten támogatja a magyarországi baptista szolgálatot, missziót, hiszen nyaranta folyamatosan küldenek nyelvtanárokat a nyelvi táborainkba. És volt úgy, hogy már egy-egy csapat is eljött évközben hozzánk gyülekezeteket meglátogatni, és kialakultak ilyen gyülekezetekkel való szorosabb kapcsolatok. Most azon törekedtünk, hogy ezt megerősítsük, és újabb és újabb fejezeteket nyithassunk a kapcsolatok útjában. Menjünk akkor a második pontra, Washingtonra, hiszen világtalálkozót rendeztek. Beszámolók szerint több mint 6-700-an vettek részt ezen az eseményen, és hány országból? 110 országból jöttek el, több mint 700-an erre a konferenciára, különféle vallások képviselői, keresztény vallások képviselői, katolikus, ortodox, anglikán, protestáns, új evangéliumi közösségek képviselői. A főszervezője a Billy Graham evangelizációs társaság volt, név szerint Franklin Graham, aki a meghívó fél volt, a mi meghívó személyünk is ő volt, és ez az egész konferencia így egy nagyon színes, és ugyanakkor egy nagyon mély, és nagyon megragadó, és elgondolkoztató konferencia lehetett. Tulajdonképpen világ találkozó az üldözött keresztényekért. Amerikában ugyanolyan fontossággal került terítékre a migráns kérdés, mint például Európában? Amerikán belül egyfajta változás
érzékelhető. Míg korábban másféleképpen álltak hozzá a dolgokhoz, lásd például a keresztény üldözés, ezen a konferencián is világossá tette az amerikai kormányzat, név szerint Mike Pence, amerikai alelnök, hogy prioritásként kezelik a keresztény üldözést és azokat az értékeknek a védelmét, ami 2000 éves kultúránk, amely ottani kultúrának is az alapját képezi. Ugyanakkor azt látjuk, hogy azok a kérdések, akár migráns kérdések, akár más ilyen bevándorlással kapcsolatos kérdések, amelyek korábban talán egy kicsit olyan lózungszerűen hangoztak el bizonyos általános elvek szintjén, sokkal konkrétabb, pontosabb, világosabb, reálisabb képet mutatnak a mostani megfogalmazásokban. Michael Richard Pence alelnök része volt ennek a világtalálkozónak, ott felszólalt? Igen, ő a második napon előadást tartott, egyrészt arról, hogy az amerikai kormányzat milyen módon igyekszik segíteni, védeni a keresztényeket szerte az egész világon, illetve hogy mit szeretne ebben a kérdésben a jövőben megtenni, hogyan gondolkodnak most. És egyben megvallotta a maga keresztény hitét, meggyőződését, és imádkozhattunk érte, illetve ő is imádkozott értünk. A Biblia mindannyiunknak azt tanítja, hogy aki isteni életet akar élni Krisztus Jézusban, az üldözve lesz. Azok, akik ma itt összejöttek, jelképesen azokat képviselitek, akik az olvasztó tégei üldöztetése ellenére megmaradtatok. Megtagadtátok, hogy megfeleljetek a világnak, inkább vagytok azokkal, akik a városon kívül vannak, hitetekkel együtt. Életetekkel tanúskodtok az igazságról, ami most is összehozott titeket erre a találkozóra. A valóság az, hogy a nagyvilágban a keresztény hit támadás alatt van. Egyik hitet sem gyűlölik jobban, mint Krisztus követőit. A Földön több mint 100 ország szegletében, Irántól Eritreáig, Nigériától Észak-Koreáig több mint 215 millió keresztény szembesül a bebörtönzés megfélemlítésével, a hatalmi erővel való visszaéléssel, vagy még rosszabbal, megtartják az evangélium igazságát. Sehol sem nagyobb ez a támadás, mint azon az ősi földön, ahol a kereszténység megszületett. 2000 ezelőtt Jézus tanítványai minden irányba elindultak Izraelből, hogy vigyék az örömhírt, amit hirdetünk mind a mai napig. Ugyanakkor meg azt is olvassuk, mint Európában, hogy ott is a baloldaliak, vagy éppen a liberálisok, amikor Mike Pence most például azt hiszem diplomaosztón vett részt egy egyetemen, akkor a 3000 diákból néhány százan kivonultak a diplomakiosztóból. Akkor ugyanaz folyik, mint Európában? Valaki úgy fogalmazta, hogy folyik a harmadik világháború, csak pici kis részletekben. Én azt gondolom, hogy lelki-szellemi tekintetben is zajlik az emberek közötti konfliktusban, véleménykülönbségben, de folyik sajnos vérrel öntözve különböző országokba, kisebb-nagyobb konfliktusokba, és sajnos a keresztény üldözés tekintetében sokfelé a világon úgy, hogy keresztény emberek, családok, fiatalok, nők, férfiak, gyermekek ontják az életüket, adják az életüket a hitükért. Azaz zajlik egy olyan folyamatos konfliktus ebben a világban, amelyben az értékek, a hosszú távú célok, azok elkülönülnek, és ezek az elkülönülések okoznak feszültséget, és néha-néha nagyon súlyos konfliktusokat. Ezeket látjuk mindenfele a világban, Európában is, az Egyesült Államokban is. Mi annak örülünk, hogy olyan módon lehettünk ennek a konferenciának részei, hogy kormányzati, amerikai kormányzati, és hát tudjuk itt Magyarországon a magyar kormánynak is a jó irányú gondolataival, támogatásával tarthattunk egy olyan konferenciát, amelyben a kereszténységre és a keresztény üldözésre hívhattuk fel a figyelmet.
Mi egyrészt azért jöttünk össze, hogy felhívjuk a figyelmet, leleplezzük ezt a valóságot, amelyet sokszor akár a média, akár más egyéb körök nem akarnak látni vagy láttatni. Hogy ma világon minden 10 szenvedőből 8 keresztény ember, aki szenved a hitéért. Másrészt azért jöttünk össze, hogy bátorítsuk azokat, akik ebben a helyzetben vannak, hogy mellettük állunk, hogy imádkozunk értük, hogy fölemeljük az ő hangjukat. Harmadsorban azért jöttünk el így össze egy világkonferencián, hogy a világ fontos, befolyásos vezetői elé tárjuk ezeket a kérdéseket. Negyedszer azért, mert hiszünk az ima erejében, és ahogyan együtt imádkozunk, hisszük azt, hogy ez az Isten kegyelméből bilincsek leoldója lehet. És nagyon sokan más felekezetűek, illetve hitetlenek is. Andrew Bransonnak a nyomorúságát, aki már október óta börtönben sínylődik Törökországban. Keresztény misszionárius, 23 évig szolgált a feleségével, Norinnal Törökországban, és hát a katonai puccs nem tett jót nekik se, idézőjelben. Önök megemlítették-e, vagy ők maguk szóba hozták-e esetleg Andrew Bransonnak a sorsát? Én a konferencia kapcsán tudtam a Billy Graham társaság képviselőivel, a konferencia főszervezőivel egyeztetni, éppen Andrewnak az életéről, helyzetéről is, hiszen itt egy amerikai-magyar közös családi szál van ebben a házaspár, ennek a házaspárnak az életében. Tudtak ő róla, figyelemmel kísérik az életét, és ők is a maguk részéről igyekeznek mindent megtenni. Ennek része volt az egyébként, hogy több szenátor is eljött erre a konferenciára, volt, aki beszélt, volt, aki csupán ott részt vett, és különféle egyeztetésekben lehettek benne, és mi is továbbíthattuk ezeket az információkat, amiket mi tudtunk, de ők is rendelkeztek ezekkel az információkkal. Mi Magyarországon igyekeztünk a magyar kormányt tájékoztatni erről a helyzetről, és az ő segítségüket kérni, ők pedig a maguk csatornáján keresztül ugyancsak próbálják a segítséget, hogy minél hamarabb kiszabadulhasson ez a misszionárus. Úgy tudom, hogy különféle oktatási intézményeket és kórházakat is meglátogattak Amerikában. Mit emel neki ezek közül? A Baylor kórházat, ami egy baptista alapítású kórház, megdöbbentő volt. Magyarországon néhány szuper kórházat összerakunk, akkor össze is jön belőle, körülbelül ez. Fantasztikus volt az a minőségű munka, amit láttam, ahogyan dolgoznak ott, és ahogyan a hitet és a szakmát nagyon pontosan és jól összeegyeztetik. Vagy ahogyan a Baylornek a saját nővérképző egyetemének a képviselőivel találkoztunk, ők maguknak képeznek embereket, és láthattuk azt, hogy milyen szempontok alapján teszik ezt. Vagy hogy a leselejtezett, de egyébként még rendkívül jól működő eszközeiket nem kidobálják, hanem azt mondják, hogy erre szükség lehet a harmadik világba, és saját maguk pénzéből megfinanszírozva szállítják el oda, ahol erre szükség lehet. Hatalmas raktárakat láttunk ezzel kapcsolatosan. Egy szóval azt láttuk, hogy a keresztény hit, hogyha párosul, összekapcsolódik valóságos cselekedetekkel, akkor így az élet mindennapi dolgaiba nagyszerű eredményeket ér el.